Várhatóan jövő nyártól kell majd vasárnap zárva tartaniuk a hipermarketeknek és a plázáknak. Ezt a KDNP alelnöke nyilatkozta az RTL híradónak. Rittvári Bence szerint a bolti dolgozóknak minden egyes vasárnapra szükségük van, mert csak akkor lehet együtt a családjuk. Azt viszont nem tudta megmondani, hogy mi lesz például a karácsony előtti aranyvasárnap sorsa. A Kereskedelmi Szövetségnél úgy számolnak, hogy a kisebbik kormánypárt ötlete legalább 15 ezer ember állásába kerülhet. A kormány már a jövő héten tárgyal a javaslatról. Ennek a Békés Csabai hipermarketnek megtelt ma a parkolója. Halottak napja ellenére sokan és sokfélét vásároltak. Hasonló okokból, mint máskor vasárnap. Mi ma értünk rá. Tegnap program volt, holnap ugye munka van. Hétköznap reggeltől estig dolgozunk sajnos. Ma értünk rá vásárolni, jönni. Az egyik legnagyobb piackutató cég szerint a magyarok 48%-a szokott vásárolni vasárnap. Csak nem 2 millió család. Ők több mint 12 ezer forintot költenek átlagosan a hipermarketekben és a plázákban a hét utolsó napján. 100 000-es nagyságrendben keresik fel az emberek vasárnap a boltokat. Általánosságban mondhatjuk, hogy hipermarketeket és a nagyobb élelmiszerboltokat. Csütörtökön ebben a cikkben írta meg a Magyar Nemzet, hogy újra a vasárnapi zárvatartás tervezetén dolgozik a Kereszténydemokrata Néppárt. Valódi pihenőnap legyen a vasárnap címmel. Csak kisboltok alkalmazott nélküli családi vállalkozások maradhatnának nyitva. A Kereskedelmi Szövetségnél azonnal drámai következményekről beszéltek. 15-20 ezer alkalmazottat el kellene bocsájtani. Ugyanis a Kereskedelmi Szövetség szerint a hipermarketek egyik legforgalmasabb napja a vasárnap. Ezzel szemben a KDNP úgy számol, hogy az átlagnál is kevesebben vásárolnak ilyenkor. A kisebbi kormánypárt alelnöke a KDNP saját kutatásaira hivatkozott az RTL híradónak. Azt állítja, ők épp a munkavállalók érdekében szigorítanának a szabályokon. Visszaélve sok-sok nagy áruházlánc, nagy bevásárlóközpont az erőfölényével kötelezi az embereket vasárnapi munkavégzésre, hiszen azt mondja, hogy ha vasárnap nem dolgoznak, akkor a hét többi napján sem tartanak igényt a munkájukra, ezáltal a munkájuk is veszélybe kerülne. Ebben a hipermarketben háromszor kellett újra tölteni a szaloncukros pultokat, tavaly bronz vasárnap. Hogy mi lesz az ilyen karácsony előtti vasárnapokkal, amikor a vevők döntő része az ünnepi nagybevásárlásokat intézi, a KDNP alelnöke egyelőre nem tudta megmondani. Részletkéréseket nyilván lehet ezen tovább cizellálni. A kereszténydemokraták egyszer már dolgoztak a vasárnapi zárvatartáson 4 évvel ezelőtt, akkor a miniszterelnök sem támogatta. Amint meg lehet élni majd heti 5 napnyi munkából, akkor én is azok közé tartozom majd, akik támogatni fogják a vasárnapi zárvatartást. A KDNP alelnöke szerint már kedvezőbb állapotban van a gazdaság. A kormány jövő héten tárgyal a javaslatukról. Ha támogatják, heteken belül az országgyűlés elé terjesztik. Rittvári Bence szerint jövő nyártól bevezethetik a vasárnapi zárvatartást. Kerestük a hipermarketeket is, de egyelőre nem akartak nyilatkozni a KDNP javaslatáról.